Okay, and what else? És most annak örülök, hogy itt lehetek önök között. Uns Menschen bewegen drei Fragen, die wir alle haben. Minket embereket három kérdés foglalkoztat nagyon. Woher kommen wir? Az egyik az, hogy honnan jövök. Wie sind wir auf dieser Erde? Miért élünk itt ezen a földön? Und wo gehen wir einmal hin? És hova megyünk majd ezen? A világon sok országban voltam, de az embereket mindenütt ezek a kérdések foglalkoztatják. És ma délután szeretnénk ezt a kérdést megválaszolni, hogy honnan jönnek. De a végén még arra is fog lesz szó, hogy hova megyünk. Wenn ich heute sprechen werde, kann man hier sehen, es sind acht verschiedene Punkte. Az, hogy ma délután miről fogok beszélni, az itt a kivetítő láthatják, hat különböző pontról. Der Begriff Information wird eine besondere Rolle spielen. Az előadáson az a fogalom, hogy információ nagyon fontos szerepet fog játszani. Das liegt daran, weil ich selbst Informatiker bin und mich sehr intensiv Begriff der Information beschäftigt habe. Azért van, mert én magam is informatikus vagyok, és nagyon intenzíven foglalkoztam az információ kérdésével. Und darum sieht man an dieser Gliederung auch schon, dass hier sehr häufig von der Information die Rede ist. És ez a tartalom, ez a beosztás is megmutatja már, hogy nagyon sokat fogunk ma az információval beszélni. Wenn man heute jemanden fragt, wo kommen wir her, dann werden die meisten Menschen die Antwort geben, das hat ich gar nicht gesagt. Hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy honnan jövünk, akkor sokan arra gondolnak, hogy ezt Darwin megmondta nekünk. Das hat sich weitgehend durchgesetzt und viele Leute glauben das einfach. Ez nagyon gyorsan elterjedt, és nagyon sok ember ebben hisz. Und so ist man angekommen bei der Evolutionstheorie. És ekkor eljutottunk az evolúció elméletéhez. Aber es gibt eine Alternative zu der Evolution. De az evolúcióval szemben létezik egy másik alternatíva. Das rechte Bild zeigt uns etwas ganz anderes an. A jobb oldalon látható kép valami egészen mást mutat nekünk. Ein italienischer Künstler hat uns gezeigt, dass die Menschheit mit einem ersten Samen begann. Ez az olasz művész, aki ezt a festményt elkészítette, megmutatta nekünk, hogy minden egy emberpárral kezdődik. Das ist die Aussage, die aus der Bibel kommt. És ez egy olyan mondat, amely a Bibliából származik. Sie sehen also zwei Gedanken stehen und jetzt gehen über Darwin und die Bibel. Láthatjuk, hogy két gondolat áll egymással szemben, Darwin és a Biblia. Wir wollen sehen, wer recht hat. És szeretnénk megvizsgálni, hogy kinek van igaza. Wir wollen eine klare Antwort haben, eine verbindliche Antwort. Szeretnénk erre egy komoly választ adni. Die Evolution nennt uns einige Aspekte für die Wirkung der Evolution. Az evolúció megmutatja nekünk néhány dolgot, hogy milyen hatása van az evolúció. Und wir sehen hier einige Punkte, Mutation, Selektion, Isolation, das sind Punkte, die der Mensch entstanden sein soll. És láthatjuk, hogy itt, hogy ezeken a pontokon keresztül, mint a mutáció, szelekció, izoláció, hogy az ember hogyan jött létre. Aber durch Mutation kann nichts entstehen, sondern Mutation kann erst wirksam sein, wenn etwas vorhanden ist. De a mutáció révén nem jöhet semmi létre, hanem a mutáció csak akkor hatásos, ha már valami létezik. So kann die Mutation keine Antwort geben auf die Herkunft irgendeiner Sache. És ezért a mutáció nem lehet válasz arra, hogy valami hogyan jött létre. Die Selektion ist auch keine Quelle neuer Information. A szelekció sem új, az információnak az új forrása. Stellen wir uns vor, wir haben ein großes Sieb, und wir tun Bohnen und Erbsen hinein. Képzeljük csak el, hogy előttünk van egy nagy szita, amelybe belerakunk borsót és babot. Wenn wir das schütteln, dann werden die Erbsen zurückfallen, wenn sie kleiner sind. És hogyha megrázzuk ezt a szitát, akkor a borsó szeme kihullanak, hogyha kisebbek. Dann haben wir nachher im Sieb die Bohnen liegen und die Erbsen sind zurückfallen. És a végeredmény az lesz, hogy a szitában bemaradnak a nagyobb babszemek, a kisebb borsó szemeknek kihullanak.
Eso es el proceso de selección. Ez a szelekciónak a folyamata. Magalimante, dentro de ese proceso de selección, ¿dónde están los poderes de Dios? És feltehetjük ezt a kérdést, hogy a szelekciónak ez a folyamata révén létrejöttek a bab szemek és a borsó szemek? Das auch nicht. Nem. Und dann ein wichtiger Aspekt in der Evolution ist der Tod. Az evolúciónak egy másik fontos szempontja a halál. Ohne Tod funktioniert die Evolution überhaupt nicht. Az evolúció a halál nélkül egyáltalán nem működik. Weil man sagt, der Tod merzt die Lebewesen aus, die noch nicht so gut angepasst sind, und die anderen werden bekommen die Chance zur Vermehrung. Mert azt mondjuk, hogy a halál révén azok az élőlények, amelyek nem igazán működőképesek, azok kihullanak, a többiek pedig lehetőséget kapnak az életre. In der Evolution gibt es definitionsgemäß keinen Urheber, keinen Sender, keinen Gott. Az evolúció elméletében nincsen egy küldő, nincsen az evolúciónak egy okozója létező. Sie merken schon, ich bin schon sehr kritisch gegenüber der Evolution eingestellt. Láthatjátok, hogy nagyon kritikus vagyok az evolúcióval szemben. Aber wir müssen uns das genauer anschauen. De most fontos, hogy ezt közelebbről is megnézzük. Zunächst mal schauen wir uns erstmal einige Systeme an mit Informationen. Először most nézzünk meg néhány olyan rendszert, aminek az információhoz van köze. In unserer Welt haben wir drei verschiedene Bereiche, die unterscheiden müssen. Az a világunkban van három különböző világ, három különböző terület, amelyet egymástól meg kell különböztetni. Ez a három, az anyag, az információ és az élet. Wir kennen diese Bereiche dann sehr gut, wenn wir die Naturgesetze in diesen Bereichen uns bekannt sind. És nagyon jól ismerjük ezeket a területeket, hogyha a természeti törvényeket ismerjük. Die Naturgesetze der Materie sind uns bekannt aus der Physik und aus der Chemie. A fizikából és a kémiából nagyon jól ismerjük az anyagnak a természeti törvényeit. Die Information, die Gesetze der Information sind neu. Az információnak a törvényei újak. Und wir werden sie heute kennenlernen. És ezeket ma fogjuk megismerni. Über das Leben kennen wir bisher nur ein einziges Naturgesetz. Az élettel kapcsolatban egyetlen egy természeti törvényt ismerünk. Und das hat Louis Pasteur herausgefunden. Er hat gesagt, Leben kann nur aus Leben kommen. És ezt Pasteur fogalmazta meg, hogy az élet csak az életből származik. Az élettel kapcsolatban vannak még más természeti törvények, és ezekre rá kell jönni. Ezen a fényképen láthatunk egy futógépet. Diese Maschine kann auf einer ebenen Fläche spazieren gehen. Sie kann auch eine Treppe hochgehen. Ez a kis gép egyenes talajon tud menni, de ugyanakkor lépcsőre is fel tud mászni. Warum kann sie laufen? Miért tud menni, futni? Sechs Beine hat. Azért, mert van hat lába. Aber das ist noch nicht genug. De ez még nem elegendő. Es ist ein Computer installiert und auf diesem Computer läuft ein Programm. Egy számítógép van beleépítve, és ezen a számítógépen egy program fut. Und das Programm steuert den Laufprozess. És ez a program irányítja a futást. Jetzt machen wir alle mal ein Gedankenexperiment. És most gondolatban egy kísérletet fogunk végrehajtani. Wir stellen dieses gesamte System auf eine sehr genaue Waage und ermitteln das gesamte Gewicht einschließlich Computer und Programm. Ezt az egész szerkezetet egy nagyon pontos mérlegre feltesszük, és megmérjük, és ebben beletartozik a számítógépes program is. Dann löschen wir das Programm. Ezután a számítógépes programot kitöröljük belőle. Und stellen das System noch einmal auf eine genaue Waage. És ezt a szerkezetet még egyszer felrakjuk ugyanerre a pontos mérlegre. Und jetzt stellt sich die Frage, ist beim zweiten Wägen das System leichter geworden oder ist die Masse gleich? És a kérdés az, hogy a második mérésnél a mérleg ugyanannyit mutat-e, vagy pedig ez a szerkezet könnyebb lett? Wer ist dafür, dass es leichter geworden ist? Emelje fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy ez a szerkezet könnyebb lett. Und wer ist dafür, dass das Gewicht gleich geblieben ist? Ki az, aki azt gondolja, hogy egyforma maradt a súly?
Ah, sehr gut, sehr gut. Nagyon jó. Sie sind alle sehr gute Informatiker. Nagyon jó, informatikusok vagyok mindannyian. Ohne Experiment haben wir sofort herausgefunden, die richtige Lösung gefunden. Egy kis, mindenféle kísérlet nélkül rájött, ugyanarra az eredményre jutott. Daraus können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen. Ebből egy nagyon fontos következtetésre juthatunk. Nämlich, Information hat keine Masse. Mégpedig arra, hogy az információnak nincsen tömege. Oder wir sagen, Information ist eine nicht materielle Größe. Úgy is mondhatnánk, hogy az információ az nem egy anyagi egység. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir noch heute brauchen werden. Ez egy nagyon fontos felismerés, amire ma még szükségünk lesz. Aber jetzt schauen wir uns mal einige Details des Menschen an. De most még nézzük meg az emberi szervezetnek néhány apró részletét. Unser Gehirn, sehen wir hier, hat 100 Milliarden Bauelemente. Így láthatjuk, hogy az agyunknak 100 milliárd alkotó eleme van. Das ist eine sehr, sehr viele Bauelemente. Nagyon sok alkotóeleme van. Sind alle miteinander vernetzt. Ezek mindnyájan kapcsolatban vannak egymással. Und unser Gehirn erlaubt eine sehr hohe Rechengeschwindigkeit. És a mi agyunk nagyon gyorsan tud számolni. Viel schneller als mein Rechner hier. Sokkal gyorsabban, mint az én számítógépem. In einer Sekunde kann unser Gehirn 10 hoch 18 Rechenoperationen ausführen. Az, ami vagyunk, egy másodperc alatt 10-18-on számítási műveletet tud végrehajtani. Die Frage ist, was rechnen wir eigentlich ständig? De az a kérdés, hogy mit számolgatunk mi állandóan? Rechnen wir die 200 zur Wurzel aus 3798? Tehát kiszámoljuk egy nagyon magas számnak a valahányadik körét. Oder was machen wir? Vagy pedig mit csinálunk? Hier sehen wir ein einzelnes Bauelement, ein Neuron. Itt láthatunk egy ilyen nagyon egyszerű alkotó egységet, a neuront. Auf diesem Bild sehen wir, dass unser Körper vollständig mit Informationsleitungen versehen ist. És láthatjuk, hogy a mi szervezetünk, a mi testünk információs láncolatokból áll. Hier sehen wir die Nervenfasern, die Informationsleitungen innerhalb des Gehirns und im gesamten Körper. És láthatjuk az idegrostoknak a hosszát az egész szervezetben, illetve az agyunkban. Das sind 380.000 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung von der Erde bis zum Mond. És ez 380.000 Kilométer lenne körülbelül a Föld és a Hold távolság. Davon hat Darwin nichts gewusst von dieser Information. Ezekről az, erről az információról Darwin nem tudott semmit. Was macht unser Gehirn? Mit tesz a mi agyunk? Es steuert alle Organe. Az összes szervünket irányítja. Wie zum Beispiel hier die Niere. Mint például a vesén. Es ist ein sehr kompliziertes Organ mit sehr komplexen chemischen Vorgängen, die hier ausgeführt werden. Es ist egy nagyon összetett szerv, amelyben bonyolult kémiai folyamatok mennek végbe. Es gibt einen ganz komplizierten chemischen Prozess, bei dem das Wasser zurückgewonnen wird aus dem Primärurin. És egy nagyon bonyolult kémiai folyamat során a szervezet a primér vizeletből újra visszanyeri a vizet a szervezetbe. Auf diese Details kann ich aus zeitlichen Gründen nicht eingehen. Az idő rövidsége miatt ezekre a részletekbe nem tudok belemenni. Nur eines wissen wir, dass alle diese Vorgänge informationsgesteuert ablaufen. De egy valamit megállapíthatunk, hogy mind ezek a események, ezek a történések a szervezetben, ezeket az információ irányítja. A szívünk is nagyon bonyolult, és ezt is az agy irányítja. Wer 70 Jahre alt ist, der hat inzwischen so viel Blut durch den Körper gepumpt, dass das Empire State Building voll mit Blut gepumpt werden kann. Egy olyan, egy 70 éves embernek a szíve annyi vért, a szívén keresztül annyi vér áramlott már, hogy ezzel a vérmennyiséggel az Empire State Buildinget meg lehetne tölteni vérrel. Ezen a képen láthatjuk a vörös vérsejteket. Man kann sie auch als U-Boote bezeichnen. Ezeket ilyen kis tenger alatt járónak is nevezhetnék. Das sind 25 Millionen U-Boote, die in unserem Blutsystem können. És ezek ilyen 25 millió kis tenger alatt járó, millió,
amelyek az ereinkben elpusztál. Ezek a vörös vérsejtek nagyon picikék, ahogy ezen a rajzon is, ezen az ábrán látható. És ezek a legkisebb kis hajszál erekbe is eljutnak. Sie transportieren das mit Sauerstoff an alle Stellen des Körpers hin. Az Oxigén szállítják a szervezet minden egyes tagja számára. Und sie bringen das CO2 zurück, so nochmal muss dann ausgeatmet werden. És a széndioxidot pedig visszaviszik a tüdőbe, ahonnan kivélegezik. Für diesen Transport ist ein bestimmtes Molekül verantwortlich, das ist das Hämoglobin-Molekül. Ehhez a szállításhoz egy speciális molekula szükséges, a Hämoglobin-molekula. Dieses Molekül ist ein Kettenmolekül mit vier verschiedenen Ketten. Ez egy lánc molekula, négy különböző lánca. In Abhängigkeit von den einzelnen Aminosäuren, die sich in den Ketten befindet, hat dieses Molekül eine bestimmte Struktur im Raum. És attól függően, hogy milyen aminósav található az egyes láncokban, ettől függően különböző szerepük van. Man kann sagen, man kann es vergleichen mit einem Wollknäuel, das eine bestimmte Form annimmt. Föl lehetne, összehasonlíthatnánk úgy, mint egy ilyen fonal gombolyag, aminek különböző funkciói van. Während der ersten drei Monate in der embryonalen Entwicklung wird eine ganz bestimmte Sauerstoffmenge gebraucht. Az embrió stádiumban egy bizonyos mennyiségű oxigén mennyiséget szállít. Dafür gibt es eine ganz bestimmte chemische Formel, die das leistet. És ehhez egy nagyon különleges kémiai formula formulán leírhatjuk azt, ami ezt a levegőt szállít. Dann ändert sich der Sauerstoffbedarf. Und es wird ein anderes Molekül erforderlich, das in der Lage ist, mehr Sauerstoff zu transportieren. Később az oxigén szükséglet megváltozik, és ezért egy más molekula szükséges ahhoz, hogy a magzatot ellássa a megfelelő oxigén. Und so werden die Fabriken, die diese Moleküle herstellen, vollständig umgestellt auf eine neue chemische Formel. És így a szervezet, amely előállítja ezeket a molekulákat, egy teljesen más képletre áll át. Bei dieser Umstellung kann man nichts probieren. És ennél az átállásnál nem lehet semmit kipróbálni. Mechanismen wie Mutation und Selektion werden völlig unmöglich anzuwenden. És a szelekció vagy a mutáció ebben a folyamatban felhasználhatatlan. Es muss genau festlegen, welche chemische Verbindung es sein muss. Nagyon pontosan meg kell határozni, hogy milyen kémiai összeállításnak kell lennie. So können wir schon eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen. Evolution ist hier überhaupt nicht möglich. Das muss vorher genau konzipiert und konstruiert sein. És itt most megállapíthatjuk azt, hogy az evolúció egyáltalán nem lehetséges, mert mindent már korábban nagyon pontosan meg kellett határozni. Und kurz vor der Geburt wird die gesamte Produktion noch einmal umgestellt auf eine neue Variante von Hämoglobin-Molekülen. És a kisbaba születése előtt röviddel az egész teljesen átáll, a szervezet átáll egy másfajta hemoglobin molekulára. Auch diese Formel liegt genau fest, wie es sein muss, und diese Formel haben wir noch heute, die ist noch heute wirksam in unserem Körper. És ez a molekula is megvan előre határozva, és ez működik ma is a testünkben. Sie sehen also, diese Konstruktion ist äußerst kompliziert. Tehát láthatjuk, hogy ez egy nagyon komplikált szerkezet. Mit Hilfe der Evolution lässt sich so etwas nicht erklären. Es ist völlig unmöglich, durch Evolution so etwas zu erklären. Az evolúcióval mindez nem magyarázható meg, szinte lehetetlen. Eine präzise Planung ist Voraussetzung dafür. Láthatjuk, hogy egy nagyon precíz tervezés a feltétele ennek. Hier habe ich ein Foto mitgebracht aus der Zeit, als wir noch alle gleich ausgesehen haben. Egy olyan fényképet hoztam magammal, ami abból az időből származik, amikor mi mindnyájan egyformán néztünk ki. Das ist aus der Zeit, als wir alle etwa 4 mm groß gewesen sind. Ez az abból az időből származik, akkor mindnyájan körülbelül 4 mm nagyobb voltunk. Aber jetzt sehen wir alle anders aus. Most mindnyájan másképp nézünk ki. Das ist auch gut so. És ez rendben van is. Was wir hier sehen, ist eines der kompliziertesten Informationsübertragungsvorgänge, die es überhaupt gibt.
amit itt láthatunk, az az egyik legkomplikáltabb, legösszetettebb információ áramlás. Ezért alle diese Vorgänge werden vollständig durch Information. Láthatjuk, hogy ezek a folyamat, ezeket a folyamatokat mind az információ irányítja. Jetzt will ich noch etwas sagen zu den Sinnesorganen. Szeretnék még valamit mondani az érzékszerveinkről. Denn daran werden wir erkennen, warum wir ein Gehirn brauchen, das so schnell rechnen kann. Mert ennél fogjuk látni, hogy miért van szükségünk egy olyan agyra, ami ilyen nagyon gyorsan tud számolni. Jetzt wird nächstes geht es um das Sehen. Először nézzük meg a látást. Unser Auge hat die Möglichkeit, Lichtunterschiede zu sehen, die eine Spanne haben von 1 zu einer Billion. A mi szemünk olyan különböző fényeket tud észlelni, amely egy skálán 1 az 1 billióhoz fogható be. Dabei wird nirgendwo der Messbereich umgeschaltet, sondern es, diese ganze Spanne wird durchgehend gemessen. Tehát ez a szemünk az mindent egyfolytában lát, és ez a skála sehol sem szakad meg. In der Technik haben wir kein Gerät, das eine so große Spanne messen kann. A technikában nincsen olyan eszközünk, ami ilyen nagy skálát be tudna fogni. Dann muss man immer umschalten auf einen anderen Bereich. Mindig a gépeket át kell kapcsolni egy másik területre. Hier sehen wir ein Bild von der Augenlinse. Itt láthatjuk az emberi szemlencsének a képét. Das ist das einzige Linsensystem, das die Brennweite verändern kann durch Veränderung der Form. És ez az egyedüli olyan lencse, amely az a látó élességét változtatni tudja azáltal, hogy milyen formát lát. Und hier sehen wir, wie das funktioniert. Es sind tausende von Proteinschichten aufeinander gelagert. Láthatjuk, hogy ez hogy működik. Több ezer fehérje réteg van egymásra téve. Die sind alle mit einer Naht verbunden miteinander. Ezek mindnyájan össze vannak kapcsolva egymással. Und darum ist das sehr elastisch. És ezért nagyon rugalmas. Und so kann die Form der Linse verändert werden. És ilyen módon a lencse formája is változni tud, és ezáltal a látás az is, hogy mekkora területet látunk a szemben. Auch beim Hören haben wir eine große Spannweite, nämlich von 1 zu einer Billion. A hallásunknál is ilyen nagy skálán mozog, 1-től az 1 billióig. Haben wir schon mal überlegt, wie viel Ohren wir haben? Átgondolt már azt, hogy hány fülünk van? Wir haben 6 Ohren. 6 fülünk van. Haben Sie das schon mal gedacht? Gondoltak már el? Das ist sehr genial konstruiert. Minden nagyon zseniálisan van összetartva. Man kann nur 2 Ohren sehen, und in Wirklichkeit hören wir nur 6 Ohren. Csak 2 fült látunk, de a valóságban 6 füllel hallunk. Der Schall geht zunächst einmal auf das Trommelfell. A hang először eljut a dobhártyához. Dann läuft der Schall im Ohr, in der Ohrmuschel herum und kommt eine 5000 Sekunden später noch einmal zum Trommelfell. Ez a hang utána bemegy a fülkagylóba, és néhány másodpercen később újra visszamegy a dobhártyához. Das heißt, von dem einen Ohr kommen schon mal 2 Signale zum Gehirn. Tehát, hogy az egy fülből már 2 jel is eljut az agyba. Vom anderen Ohr noch einmal. A másik fülből ugyanez. So haben wir 4 Messpunkte im Gehirn. És az agyunkban 4 ilyen mérési pont van. Wenn man 4 Punkte miteinander verbindet, dann kommt man auf 6 Querverbindungen. És hogyha ezt a 4 pontot egymással összekötjük, akkor 6 kereszt összekötetést kapunk. Und diese 6 Verbindungen werden mit Hilfe der Programme im Gehirn auch wirklich gerechnet. És ezeket az agyunkban lévő program kiszámolja. Das heißt, unser Gehirn hat den Eindruck, es bekommt 6 Signale von 6 verschiedenen Ohren. Tehát az agyunknak az a benyomása van, hogy 6 jelet kap, 6 különböző fülből. Aufgrund dessen können wir sehr gut eine Richtung hören, wo der Schall herkommt. És ebből kifolyólag nagyon pontosan meg tudjuk határozni, hogy egy hang honnan jön. Und wir haben noch eine weitere Fähigkeit, die kein technisches Gerät hat. És van még egy olyan képességünk, amit egy technikai eszköz sem tud. Wenn sich mehrere Leute unterhalten und es kann sein, dass uns interessiert, was eine Person gerade sagt.
hogyha több ember beszélget egymással, és minket az érdekel, hogy ezek közül az egyik éppen mit mond. Dann können wir uns sehr genau darauf konzentrieren, was diese Person sagt und alles andere wird unterdrückt. Akkor koncentrálni tudunk arra, hogy ez az egy személy mit mond, és a többi hangot pedig elnyomjuk. Das leistet kein technisches Gerät. Ez egy technikai eszköz sem tudja. Aber unsere spezielle Konstruktion mit sechs Ohren erlaubt so etwas. De a mi speciális felépítésünk, hogy hat fülünk van, képes erre. Das Hörsignal wird dreimal umgewandelt. Ez a hangjel háromszor megváltozik. Das sind zunächst einmal die mechanischen Schwingungen unseres Trommelfells. Először a dobhártyának a mechanikus hullámai. Dann werden die Schwingungen umgewandelt in hidraulische Schwingungen. Ezek a hullámok átváltoznak hidraulikus hullámokra. Und im Innenohr, wie wir es hier sehen, wird das nochmal umgewandelt in elektrische Signale. És a belső fül pedig ezt elektromos jelekké alakítja át. Das Innenohr muss man sich vorstellen, ein Klavier mit 24.000 Hz. A belső fülünket úgy kell elképzelni, mint egy 24.000 billentyűs zongorát. So ein Klavier hat noch kein Mensch gebaut. Ilyen zongorát még senki nem épített. Und auf diesen vielen Tasten spielen die hydraulischen Schwingungen, die dorthin kommen. És ezen a 24.000 billentyűn játszanak ezek a hidraulikusok, rezgések, amik eljutnak oda. És utána ezek a jelek eljutnak az agyba. Wir haben jetzt eine Vorstellung, warum das Gehirn so schnell rechnen muss, um alle diese Signale in echter Zeit zu verarbeiten. És most már van egy elképzelésünk arról, hogy az agyunknak miért kell tudnia ilyen gyorsan számolni ahhoz, hogy ezeket a jeleket feldolgozza. An den Beispielen haben wir gesehen, dass der Mensch sehr kompliziert ist. Hát ezeken a példákon láttuk, hogy az ember nagyon összetett módon van felépítve. Und das alles auf Informationen basiert. És mindez az információn alapszik. So haben wir uns etwas weiter beschäftigen mit dem Begriff Information. És így most szeretnénk egy kicsit bővebben foglalkozni az információ fogalmával. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat gesagt, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Az amerikai matematikus Norbert Wiener úgy fogalmazta meg, hogy az információ, információ, nem anyag és nem energia. Da hat er recht. Igaza volt. Information ist eine nicht materielle Größe. Az információ az egy nem anyagi egység. Hat nichts zu tun mit Materie. Semmi köze nincs az anyaghoz és az energiához sem. Aber er hat uns nicht gesagt, was Information ist. De nem mondta meg nekünk, hogy mi az információ. Und so müssen wir das herausfinden, was Information ist. És így most nekünk kell kitalálnunk azt, hogy mi az információ. Zunächst meine Frage, ist das wohl Information? Az első kérdésem, hogy amit a képen látunk, ez információ? Es kann sein, es kann nicht sein. Lehet, hogy nem. Mehrere Jahrhunderte konnte das niemand lesen. Több évszázadon keresztül senki nem tudta elolvasni. Es könnte Information sein, es könnte aber auch ein Tapetenmuster sein. Lehetne információ, de lehetne tapéta. Das hat man erst herausbekommen, als man diesen Stein von Rosetta gefunden hat. Ezt csak akkor tudták megfejteni, amikor a rozettai követ megtalálták. Da sehen wir unten in griechischer Sprache ist etwas geschrieben. És láthatjuk, hogy az alsó részen görög nyelven íródott. Und oben in Hieroglyphen. A tetején pedig hieroglyphákban. Unter der Annahme, dass beide Texte dieselbe Information enthalten, konnte man es identifizieren, wie die Bedeutung bei den Hieroglyphen ist. És feltételezték, hogy a két szöveg ugyanazt az információt tartalmazza, és így meg tudták fejteni a hieroglifákat. Ma ismerjük ezeket, és biztosak vagyunk abban, hogy ez információ. Und ein Programmierer in Deutschland hat ein Programm geschrieben für die Übersetzung von deutscher Sprache in Hieroglyphen. Egy német programozó egy programot írt arra, hogy ezt le tudják fordítani németről hieroglifákra. Jetzt sind wir sicher, dass es wirklich Information. Tehát biztosak vagyunk benne, hogy ez információ. Wenn wir über Information reden in der Wissenschaft, dann müssen wir es genau definieren,
hogyha a tudományban az információról beszélünk, akkor ezt nagyon pontosan definiálnunk kell. Denn in unserer Umgangssprache sind wir, gehen wir nicht sehr genau damit um. Mert a mindennapi nyelvünkben nem túl pontosan bánunk ezzel a szóval. Ezért ezt definiálnunk kell, és itt láthatjuk az információnak a definícióját. Wir sehen, das sind fünf Ebenen, die hier dargestellt sind. Itt láthatunk öt szintet, amely ezt ábrázolja. Die alleroberste Stufe ist die Statistik, aber die ist für unsere Sache unbedeutend. A legalsó szint a statisztika, de ez ma számunkra a legjelentéktelenebb. Dann kommt die Syntax der Sprache. Ezután jön a nyelv szintaxisa. Semantik ist die Bedeutung des Textes. A szemantika a szöveg jelentését jelenti. Wir haben vorhin gesehen, die Laufmaschine konnte laufen aufgrund von Informationen. Korábban láttuk, hogy ez a kis gép az információ alapján tudott járni. Und das nennen wir die Grammatik. Ezt nevezzük pragmatikának. Und weil jede Information ein Ziel hat, nennen wir diese Zielfunktion die Apobetik. És mivel minden információnak van egy célja, ezért ezt a célt apobetikának hívjuk. Jetzt haben wir eine sehr genaue Definition der Information. Tehát most itt előttünk van az információnak egy nagyon pontos definíciója. Und wenn wir jetzt ein unbekanntes System haben, dann müssen wir nur analysieren, ob alle diese Aspekte vorkommen. Ha egy ismeretlen rendszerrel találkozunk, akkor elemeznünk kell, hogy valóban információról van ez szó. Auf diesem Bild sehen wir verschiedene Dinge dargestellt. Ezen a képen különböző dolgokat látunk ábrázolva. Manche dieser Dinge enthalten Informationen und manche nicht. Vannak olyan dolgok köztük, amelyek tartalmaznak információt, és vannak olyanok, amelyek nem. Ich schaue mir einmal unten diese Schneeflocke an, die hier ganz unten rechts dargestellt. Alul jobbra láthatunk egy kis hópelyhet. Ein Physiker würde sagen, ja, das ist für mich Information. Egy fizikus azt mondaná, hogy ez számomra információ. Er würde sagen, ich kann sehen, wie groß die Schneeflocke ist und welche Form sie hat. Ezen keresztül láthatom, hogy milyen nagy ez a hópehely, milyen formája van. Aber wir sehen hier keine Syntax, keine Semantik, keine Grammatik. Das ist hier nicht zu finden. Und darum ist es in unserem Sinne keine Information. De itt nem találkozunk a szintaxissal, a pragmatikával, és ezért ez számunkra nem információ. Aber oben im Bereich A, alle diese Dinge, die dort dargestellt sind, enthalten Information. De ami az A halmazban található dolgok, mindannyian tartalmaznak információt. Wir sehen also an diesem Beispiel, es ist immer sehr leicht zu unterscheiden, ob irgendetwas unbekanntes Information enthält oder nicht. Láthatjuk, hogy mindig nagyon könnyű ez a módszer alapján megállapítani, hogy egy ismeretlen dolog tartalmaz-e információt vagy nem. Jetzt schauen wir uns nochmal biologische Systeme an, ob sie Informationen dieser Art enthalten. Most nézzünk meg olyan biológiai rendszereket, hogy tartalmaznak-e információt. Erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wissen wir, dass die Information in den Zellen dargestellt wird durch DNS-Moleküle. Az elmúlt évszázad második felétől kezdve tudjuk, hogy a szervezetünkben a DNS-molekulák információkat tartalmaznak. Davon hat Darwin überhaupt nichts gewusst. És Darwin erről sem tudott semmit. Wir haben hier einen Vier-Buchstaben-Code. Előttünk van egy négy betűből álló kód. Mit Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Ez a Adenin, Thymin, Cytosin és Guanin. Wir sind also sicher, das ist wirklich Information. Tehát láthatjuk, hogy ez valóban információ. Es ist sogar die höchste Informationsdichte, die wir in unserer Welt kennen. És tulajdonképpen ez az a ahol az információ a legsűrűbben található, amit ma a világon is tudunk. Szeretnék még az információnak néhány alapvető ismertető jelét kérni. Die Naturgesetze, die wir kennen, haben die Möglichkeit, uns zu sagen, ob ein Vorgang in dieser Welt möglich ist oder ob es verboten ist. Természeti törvények, amelyeket ismerünk, azoknak megvannak az a képességek, hogy megmondják, hogy valamit megengednek, vagy nem. Darum sind Naturgesetze für uns sehr, sehr wichtig. A természeti törvények ezért számunkra nagyon fontosak. Weil Naturgesetze keine Ausnahme haben, sie gelten immer. Mert mivel a természeti törvények nem ismerik a kivételeket, ezek mind
sind überall auf der ganzen Welt und im Universum gültig. És mindenütt az egész világon és az egész világűrben érvényesek. Sie sind auch von der Zeit unabhängig, sie sind also in jedem Jahrhundert und immer gültig gewesen. Az időtől is függetlenek, tehát minden évszázadban mindig érvényesek voltak. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel bringen. Eine Firma stellt Coca-Cola her. Szeretnék erre egy nagyon egyszerű példát hozni, egy cég Coca-Colát gyárt. Und sie schütten die gesamte Produktion an Coca-Cola in einen Fluss hinein. És az összes általuk megtermelt Coca-Colát egy folyóba belevetik. Dann haben wir sehr bald einen Fluss aus Coca-Cola. Akkor így létrejött egy Coca-Cola folyó. Wer Coca-Cola trinkt, der muss nicht mehr in ein Geschäft gehen und sich eine Flasche kaufen, der geht an den Fluss. Aki Coca-Colát szeretne inni, annak nem kell elmenni egy üzletbe, hanem oda megy a folyóhoz és iszik belőle. Vielleicht wäre das ja eine gute Idee. Talán jó ötlet lenne. Jetzt ist die Frage, ist sowas erlaubt oder nicht von einem Naturgesetz? A kérdés az, hogy a természeti törvények ezt megengedik-e vagy nem? Nun, es ist kein Naturgesetz, das etwas dagegen einzuwenden hat. Nincs olyan természeti törvény, amelynek kifogása lenne ezzel kapcsolatban. Hier haben wir ein anderes Beispiel. Láthatunk egy másik példát. Wasser fließt hier in einer Rinne hoch und fällt als Wasserfall wieder runter. Itt a víz felfolyik egy ilyen csőben, utána pedig újra lefolyik. Und dann läuft das Wasser wieder von alleine hoch. Utána ez a víz újra magától felmegy. És újra leesik. Lehetséges az ilyesmi? Wir haben es noch nie gesehen. Soha nem láttunk ilyet. Aber wenn ich jetzt sagen würde, bei uns in Deutschland, da gibt es sowas. De azt mondanám, hogy nálunk Németországban van ilyen. Würden Sie mir das glauben? Elhinnétek nekem? Würden Sie das nicht? Ne tegyétek. Es gibt nämlich ein Naturgesetz und das Naturgesetz, das Energiesatz ist, verbietet diesen Vorgang. Mert van egy természeti törvény, az energia törvénye, amely ezt megtiltja. Wir sehen also, es gibt Naturgesetze, die Vorgänge erlauben, und es gibt auch Naturgesetze, die etwas verbieten. Tehát láthatjuk, hogy vannak természeti törvények, amelyek folyamatokat megengednek, de vannak olyanok, amelyek dolgokat megtiltanak. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir heute noch gebrauchen werden. És ez egy nagyon fontos tulajdonság, amire ma még szükségünk lesz. In der Physik kann man jede beliebige Größe darstellen durch eine Kombination dieser Größen, die wir hier sehen. A fizikában minden egyes egységet meg lehet határozni, ez a hét alapegység alapján. Man kann sagen, alle materiellen Größen sind darstellbar durch diese Größen. Azt is mondhatnánk, hogy minden egyes anyagi jellegű dolgot meg lehet határozni ezek alapján. Aber bei Informationen gelingt das nicht. De az információnál ez nem sikerül. Das gelingt deswegen nicht, weil Information eine nicht materielle Größe ist. Azért nem sikerül, mert az információ az nem anyagi jellegű. Wir müssen also sehr deutlich unterscheiden zwischen materiellen Größen und nicht-materiellen Größen. Tehát különbséget kell tennünk az anyagi jellegű dolgok között és a nem anyagi jellegű dolgok. Zu den nicht-materiellen Größen gehört die Information, gehört der Wille und auch unser Bewusstsein. A nem anyagi jellegű dolgokhoz tartozik az információ, az akarat, a tudatunk. Wir haben inzwischen erkannt, dass die Naturgesetze eine große Bedeutung haben in der Wissenschaft. Megállapíthatjuk azt, hogy a természeti törvények nagyon fontosak a tudományban. Mit Hilfe der Naturgesetze können wir eine Theorie, eine Spekulation oder auch ein Modell widerlegen. A természeti törvények segítségével egy elméletet, egy hipotézist meg tudunk cáfolni. Wenn wir die Naturgesetze der Information kennen, können wir auf diese Weise sehr wichtige Aussagen in der Wissenschaft sagen. Hogyha az információnak a természeti törvényeit ismerjük, akkor a tudományban nagyon sok mindent meg tudunk határozni. So kommen wir jetzt zu dem ersten Naturgesetz der Information. Most eljutottunk az információnak az első természeti törvényéhez. Damit das erste Naturgesetz. Tehát ez úgy hangzik, hogy valami materiális, mint például egy fizika vagy kémiai folyamat, és ez nem eredményezhet semmi immateriálisat. Wir sehen, das Naturgesetz ist sehr einfach zu verstehen.
Tehát láthatjuk, hogy ezt a természeti törvényt, ez nagyon egyszerű megérteni. Es gibt insgesamt vier Naturgesetze der Information. Az információnak négy alaptörvénye van. So, können wir jetzt das zweite Naturgesetz kennenlernen? A második ilyen természeti törvény az, hogy az információ immateriális alapvető mennyiség, nem pedig az anyag egy tulajdonság. Jetzt kommt die Frage, wie Information entstehen kann. Most felmerül az a kérdés, hogy az információ hogyan jöhet létre. Es ist beobachtet worden, dass Information in der Materie entstehen kann. Soha nem figyelték azt meg, hogy az anyagban létrejöhetne információ. Davon gibt es keine Ausnahme. Ebből nincsen kivétel. Und darum können wir diesen Satz als Naturgesetz festhalten. Ezért ezt a mondatot megjegyezhetjük, mint egy természeti törvény. Wenn aber Information nicht durch Zufall oder in statistischen Prozessen entstehen kann, stellt sich die Frage, wie dann? De hogyha az információ nem jöhet létre véletlenül, vagy egy statisztikai folyamat során, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan? Diese Antwort gibt uns das vierte Naturgesetz. És erre a választ a negyedik természeti törvény adja meg. Az információ kizárólag egy intelligens feladótól származhat. Jetzt haben wir die vier Naturgesetze zusammen. Láthatjuk ezt a négy természeti törvényt együtt. Und jetzt sind wir in der Lage, sehr, sehr wichtige Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le. Und das wollen wir jetzt tun. Amit most szeretnénk megtenni. Die erste Schlussfolgerung, die wir ziehen, ist diese. Az első következtetés, amit levonhatunk, az ez. Mivel a DNS kód, amely minden élőlényben megtalálható, egyértelműen megfelel az információ definíciójában támasztott követelményeknek, arra következtethetünk, hogy legyen egy feladó, egy jeladó. Wir haben gesehen, dass in unseren Zellen sehr viel Information drinsteckt. Das ist Information von der Art, wie wir sie definiert haben. Tehát láthatjuk, hogy a sejtjeinkben nagyon sok információ található. Ez olyan információ, amelyet az előbb meghatároztunk. Diese Information braucht einen Sender, einen Urheber, woher sie kommt. Ennek az információnak szüksége van egy jeladóra, amely küldi ezt az információt. Das ist sehr eindeutig und sehr klar. Ez nagyon egyértelmű és világos. Das wird von einem Naturgesetz gefordert. És egy természeti törvény ezt megköveteli. Wir merken schon, auf diese Weise haben wir den Atheismus widerlegt. És láthatjuk, hogy ilyen módon az ateizmust megcáfolt. Es gibt immer noch Leute, die Atheisten sind. Vannak emberek, akik még mindig ateisták. Sie folgen einer falschen Idee. Egy hamis gondolatot követnek. Eine Idee, die wissenschaftlich und zwar mit Hilfe der Naturgesetze widerlegt ist. Egy olyan gondolatot követnek, amit tudományosan az információ segítségével megcáfoltak. Als ich Vorträge in Russland gehalten habe, kam ein Wissenschaftler zu mir. Amikor Oroszországban tartottak előadásokat, hozzám jött egy tudós. Und er sagte zu mir, warum sind Sie nicht früher nach Russland gekommen, damit wir das gewusst hätten? És azt kérdezte tőlem, hogy miért nem jött korábban Oroszországban, mert akkor tudtuk volna ezt. Habe ich gesagt, zur Zeit des Kommunismus hätte ich solch einen Vortrag bei Ihnen nicht halten können. Mondtam neki, hogy a kommunizmus ideje alatt egy ilyen előadást nem tarthattam volna. Vielleicht hätten Sie mich sofort ins Gefängnis gesteckt. Talán rögtön börtönbe küldtek volna. Weil ich gegen die Staatsideologie bin. Mert az állam ideológiával szemben beszélünk. Aber ich freue mich, dass die Wahrheit sich letztlich durchsetzt. De örülök, hogy az igazság érvényes. Jetzt kommen wir zu der zweiten Schlussfolgerung, die wir jetzt hier sehen. Eljutottunk a második következtetésünkhöz, amit itt láthatunk. Mivel a DNS-ből kinyert információ sűrűsége és összetettsége sok milliárdszorosan felülmúlja a jelenlegi technológiai fejlettségünket, arra következtethetünk, a feladó vagy jeladó hitelesen, hihetetlen intelligens kell, hogy legyen. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Systeme in den Lebewesen, besonders auch Menschen, sehr kompliziert sind. Láthatjuk, hogy a rendszerek, különösen az élőlényekben nagyon összetettek. Dahinter stehen sehr, sehr komplizierte Programme. Nagyon összetett, komplikált programok vannak a háttérben. Die sind so kompliziert, dass wir sie noch nicht mal alle verstanden haben. Ezek annyira bonyolultak, hogy sokat közülük még egyáltalán nem is tudunk megérteni. Als ich an einer Universität darüber gesprochen habe, und auch über die DNS-Moleküle, da meldet sich in dem Moment eine Studentin.
Amikor egy egyetemen erről és a DNS molekuláról előadást tartottam, akkor egy hallgató jelentkezett. És azt mondta nekem, hogy én már tudom, hogy mit akar mondani. Sie reden immer von dem Sender, von dem Urheber. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Mindig a küldőről, a valaminek a szerzőjéről beszél, és tudom, hogy arról akar beszélni, hogy Istenről. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Das war eine gute Schlussfolgerung. Akkor azt mondtam neki, hogy gratulálok, nagyon helyes következtetés vagyunk. Aber dann sagte sie, das ist gar nicht meine eigentliche Frage. Ich habe eine ganz besondere Frage. Azt mondta, hogy nem is ez az én igazi kérdésem, hanem azt szeretném megkérdezni. Ich kann verstehen, dass diese Programme ein Gott geschrieben haben muss. Én megértem azt, hogy ezeket a programokat egy Istennek kellett írni, megírnia. Aber woher weiß Gott, wie man sowas programmieren muss? De Isten honnan tudja, hogy hogyan kell ezeket megterveznie? Vielleicht war sie eine Studentin für Informatik und hatte von ihrem Professor gelernt, wie man Programme schreibt. Talán egy informatika hallgató volt, és a tanárától megtanult, hogy hogyan kell programokat írni. Da hat sie gedacht, bei Gott ist das auch so, er muss noch jemanden haben, der ihm beigebracht hat, wie man programmiert. És hogyha ha Isten ugyanilyen, akkor kell, hogy legyen valaki, aki neki is megtanította, hogy hogyan kell programot írni. Also machen Sie keine Sorge, kein Problem, es gibt noch einen zweiten Gott. Azt mondtam, hogy hát ne, legyen problémája emiatt, van egy második Isten. Und dieser zweite Gott ist klüger als Gott. És ez a második Isten okosabb, mint Isten. Und er hat ihn informiert. És informálta őt erről. Dann kann er das. Ettől megtudom. Aber jetzt fällt er uns gleich auf, wer hat denn diesen zweiten Gott, ich nenne ihn mal den Übergott, weil er klüger ist, wer hat den denn informiert? De akkor feltehetjük a kérdést, ezt a második Istent, aki még az első felett áll, őt informálta. Da brauchen wir noch einen dritten Gott. Ha szükségünk van egy harmadik Istenre. Wir merken jetzt, was passiert. És észrevehetjük, hogy mi történik. Wir brauchen immer noch einen Gott darüber. Mindig szükségünk van egy további Istenre. Wie viele? Hányra? Unendlich viele. Végtelen sokra. Und jeder Gott weiß immer mehr als der davor. Minden egyes Isten többet tud, mint aki előtte van. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn ich jetzt von dem letzten Gott spreche. Mathematisch darf man das nicht so ausdrücken, aber von dem Letzten können wir sagen, dass er unendlich intelligent sein muss und unendlich viel Information haben muss. És akkor láthatjuk, hogy mi történik, hogyha az utolsó Istenről beszélek, matematikailag nem szabadna az utolsóról beszélni, de az utolsó Istenről beszélek, akkor neki egy végtelenül intelligens Istennek kell lennie. Der weiß alles. Ő mindent tud. Der weiß, was jede Zelle unseres Körpers jetzt im Augenblick macht. Ő tudja, hogy ebben a pillanatban az összes sejtünk mit csinál. Er kennt alle Dinge aus unserem Leben. Mindent ismer, ami életünkből. Von unserer Kindheit an. Gyermekkorunktól kezdve. War noch früher sogar schon die Embryonalentwicklung kennt er genau. Még korábbról az embryonális fejlődésünket is nagyon pontosan tudja. Er weiß, was jedes Atom im Innern der Sonne gerade tut. Ő tudja, hogy a nap mint égitestben minden egyes atom éppen most mit csinál. Azt is mondhatnánk, hogy ő mindent tudó. Wenn wir in der Wissenschaft zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, entscheiden wir uns immer für das Einfachere. Hogyha a tudományban két rendszerünk van, amely egyformán bonyolult, akkor mindig a könnyebbet, az egyszerűbbet választjuk. Und was wäre ein Modell, das gleichwertig ist zu dem, was wir eben gesagt haben? Aber einfacher ist. Tehát, hogyha két egyforma rendszer van, egyenértékű rendszer, akkor melyiket választanak? Nur wir sagen, es gibt nur einen Gott. Azt mondjuk, hogy csak egy Isten van. Dann muss aber dieser eine Gott alles wissen. De akkor ennek az egy Istennek mindent tudnia kell. Er muss allwissend sein. Minden tudónak kell lennie. Muss alles kennen. Mindent ismernie kell. Und er darf auf keine Frage sagen, das weiß ich nicht. És egy kérdésre sem mondhatja azt, hogy nem tudom. Er muss also alle Dinge wissen, was heute war, was gestern war, was vor 100 Jahren war, also zurück in alle Ewigkeit. Ő mindent tud azt, hogy mi volt tegnap előtt, 100 évvel ezelőtt és a korábban. Alles ist ihm bekannt. Minden ismert a számára. Und wie sieht's aus mit der Zukunft? És mi van a jövővel? Muss er auch kennen. Azt is ismernie kell. Denn sonst müsste er sagen, das weiß ich nicht. Mert különben azt kellene mondania, hogy nem tudom. Aber bei unendlichem Wissen, bei Allwissenheit,
muss er auch wissen, was in 1000 Jahren sein wird. De hogyha ő mindent tudó, akkor azt is tudnia kell, hogy 1000 év múlva mi fog történni. Und bis in alle Ewigkeit. És hogy az egész örökké valóságban mi fog történni. Daraus können wir eine weitere Schlussfolgerung ziehen, dass dieser Gott ewig sein muss. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy ennek az Istennek örökké valónak kell lennie. So können wir schon haben wir durch die Naturgesetze der Information herausgefunden, es gibt einen Gott. Így az információnak a természeti törvényei alapján rájöttünk arra, hogy van egy Isten. Er ist allwissend. Ő minden tudó. Und er ist ewig. És örökké való. Das haben wir nur durch die Gesetze gefunden. És ez csak ezek a természeti törvények alapján határozott. Durch präzises Mitdenken, durch das Verfahren. És precíz módon gondolkodtunk, és erre a következtetésre jutottunk. Jetzt wollen wir noch eine andere Idee widerlegen. Most szeretnénk még egy gondolatot megcáfolni. Das ist unsere dritte Schlussfolgerung. Ez a mi harmadik következtetésünk. Mivel az információ alapvetően nem anyagi mennyiség, amely nem származhat materiális folyamatból, az ember azonban képes létrehozni információt. Arra következtethetünk, az embernek kell, hogy legyen nem materiális része. Wir haben ja gesagt, mit Hilfe eines Naturgesetzes, dass Information nicht in der Materie entstehen kann. Tehát a természeti törvény alapján mondhattuk, hogy anyagból nem származhat. Wir können aber Information erzeugen. De információt létrehozhatunk. Also müssen wir eine Komponente haben, die nicht materiell ist. Tehát hogy kell, hogy legyen egy olyan alkotó elemünk, ami nem anyagi. Das ist unsere Seele. Ez a mi lelkünk. Das ist der nicht materielle Anteil des Menschen. Ez az embernek az nem anyagi összetevő. Wir sehen, auf diese Weise haben wir die Idee des Materialismus widerlegt. És ezzel a materialismusnak a gondolatait megcáfolt. Jetzt wollen wir noch mal eine kleine Denksportaufgabe machen. Most szeretnék még egy gondolatban egy kis sportot üzni. Ich nehme meinen Buchstaben und schreibe Informationen. Fogom a tollamat, és ezzel információkat jegyzek fel. Das ist eine wirkliche Information, die da auf dem Papier steht. És ezek valódi információk, amelyek a papíron vannak. Ist der Kugelschreiber eine Quelle der Information? Ennek az információnak a forrása, vagy ez a toll? Természetesen nem. Auf meine Hand? Vajon az én kezem? Oh, ist ein gutes Werkzeug. Nem, a kezem egy nagyon jó eszköz. Aber jetzt kommt die Frage, jetzt mein Gehirn quelle der Information. Az a kérdés, hogy vajon az én agyam az információnak a forrása? Wer glaubt, dass das Gehirn die Quelle der Information ist? Emelje fel a kezét, aki azt gondolja, hogy az információ forrása az agy. Und wer glaubt, dass es ist nicht? És ki az, aki azt gondolja, hogy nem? Sehr gut. Nagyon jó. Sehr gut hingedacht. Nagyon jól együtt gondolkodtatok velem. Unser Gehirn besteht nur aus Materie. Az én agyam csak anyagból áll. Darum kann das Gehirn, weil es Materie ist, keine Information erzeugen. Ezért az agy, ami csak anyag, nem hozhat létre információt. Die Information kann nur von einer nicht materiellen Quelle stammen. Az információ csak egy nem anyagi forrásból származik. Das ist unsere Seele. És ez a mi lelkünk. Jetzt kommen wir zu einer weiteren, sehr wichtigen Schlussfolgerung. Bezieht sich auf die Evolution. Ez pedig az evolúcióval kapcsolatos. Mivel a biológiai információ csak egy intelligens feladatból származhat, valamint a kémiai és fizikai evolúció valamennyi elmélete szerint az információnak kizárólag anyagból és energiából kellene létrejönnie, tehát nincsen feladó, nincsen jeladó, arra következtethetünk, hogy a fizikai és biológiai evolúció elméletei és elképzelései valamennyien hibásak. Die Lehre der Evolution besagt, dass innerhalb der Materie die Information entstehen kann. Az evolúció tanítása azt mondja, hogy az anyagon belül létrejöhet az információ. Diese Idee haben wir schon erkannt, dass sie falsch ist. Már rájöttünk arra, hogy ez az elmélet hamis. Und darum ist die gesamte Idee der Evolution falsch. És ezért az evolúciónak az egész elmélete hamis. Viele Menschen glauben das. Sok
sok ember hisz abban. How much is that and your growth? Ettől függetlenül ez egy téves vélemény. This idea is naturalism not being alpha. Ezt az elméletet a természettudomány alapján nem lehet fenntartani. While naturalism is forbidden. Mivel a természeti törvények megtiltják. So einfach kann mit Naturgesetzen umgehen. Naturgesetze erlauben einen Vorgang und Naturgesetze verbieten einen Vorgang. És ilyen egyszerűen lehet a természeti törvényekkel bánni, hogy vagy megengednek, vagy tiltanak egy folyamatot. Der Vorgang der Evolution ist ein verbotener Vorgang. És az evolúció folyamata egy ilyen tiltott folyamat. Wenn Sie Evolution mal in der Schule gelernt haben, das können Sie alles in die Mülltonne werfen. És hogyha az iskolában tanultatok az evolúcióról, akkor azt mind a szemetesbe lehet dobni. Das ist konsequent. Ez következetes. Evolution muss ich noch sagen, es gibt zwei Begriffe. Az evolúcióval kapcsolatban még megerősíteném, hogy van két fogalom. Man spricht von Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolúcióról és makroevolúcióról beszélünk. Ez pontosan azért deutlich, hogy különbséget kell tennünk a kettő között. Wenn wir allgemein den Begriff Evolution verwenden, hogyha általában az evolúció fogalmát használjuk, akkor a makroevolúcióra gondolunk. Das ist das, was wir überall in den Schulbüchern finden, in den Stammbäumen, wo aus der Urzelle dann alle Tiere entstanden sind und schließlich auch der Mensch. És ez az, amit minden tankönyvben találhatunk, hogy az őssejtből hogyan jöttek létre a növények, az állatok és végül az emberek. Dieser Prozess hat mindestens nie gehört. Ez a folyamat soha nem létezett. Aber jetzt gibt es noch etwas anderes. De van valami más. Darwin war auf den Galapagos-Inseln gewesen. Darwin volt a Galapagos-szigeteken. Und er hat gesehen, viele Finken, die eine unterschiedliche Schnabelform haben. És sok olyan madarat látott, amelyek különböző volt a csőre. Und aus diesen verschiedenen Schnabelformen hat er gesagt, dann hat sich alles entwickelt. És mivel a csőr formája különböző volt, ezért azt mondta, hogy így fejlődött. Er hat leider mehr gesagt, als aus der Beobachtung abzuleiten. Sajnos többet mondott, mint amit a megfigyelésből le lehetett volna következtetés lehetett volna levonni. Wir sehen, das sind alles Finken und sie sind immer Finken geblieben. Láthatjuk, hogy ez mindegyik ugyanaz a madár, és ugyanaz is maradt. Daraus sind die Ameisen geworden und noch nie Löwen oder Elefanten oder Kühe. Soha nem lett belőlük hangja, elefánt vagy tehén. Sie blieben immer Finken. Hanem mindig madarak maradtak. In diesem Prozess, was wir hier sehen, diese Veränderungen innerhalb einer Art, das nennen wir Mikroevolution. És ez a folyamat, amikor egy fajon belül változások jönnek létre, ezt hívjuk Mikroevolúció. Hier hat man einen falschen Begriff gewählt, das ist nämlich gar keine Evolution. Itt egy helytelen szóhasználatot figyelhetünk, mert meg tulajdonképpen nem evolúcióról van szó. Denn das, was wir hier sehen, ist vom Schöpfer schon vorher programmiert worden. Mert az, amit itt látunk, azt a teremtő már előre beleírt a programba. Schöpfer hat alles programmiert, was wir sehen. A teremtő mindent előre beprogramozott, amit látunk. Wenn er allwissend ist, dann weiß er, dass das erstmal erforderlich sein wird. És hogyha ő minden tudó, akkor azt is tudja, hogy ilyen dolgok egyszer majd szükségesek lesznek. Ich werde ein anderes Beispiel nennen. Aus einem braunen Fuchs ist höchstwahrscheinlich ein weißer Polarfuchs entstanden. Egy másik példát neveznék erre, hogy egy barna rókából lett egyszer egy fehér sarkiróka. Weil der Schöpfer wusste, der Fuchs wird einmal weit nach Norden gehen und da ist es besser, wenn er weiß aussieht. A teremtő tudta, hogy ez a róka egyszer el fog menni éjszakra, és ott jobb, hogyha fehér a mindenütt. Und so hat er in seinem Programm eine Verzweigung vorgesehen für einen weißen Fuchs. És ezért ő programjában már látta, hogy szükség van egy olyan ágra, hogy fehér róka is lehessen. Und das ist Mikroevolution und das ist programmiert. Ez is egy mikroevolúció, és ez is már előre programozva. Ich bin davon überzeugt, es gibt kein Programm für einen grünen Fuchs. Úgy gondolom, hogy nem létezik egy program a zöld rókára. Er kann so oft über eine grüne Wiese hin und her laufen, der wird dadurch nicht grün. Olyan gyakran szaladgálhat a zöld mezőn, de ettől még nem lesz zöld. Weil er kein grünes Programm hat. Mert nincsen benne ez a zöld program. So einfach ist das zu verstehen. Ilyen egyszerű ezt megérteni. Also noch einmal, diese Evolution, diese Makroevolution hat es nie gegeben. Tehát még egyszer említem, hogy ez a makroevolúció soha nem létezett. Aber die Mikroevolution, die Veränderung innerhalb einer Art, wie es möglich.
de a mikroevolúció az egy fajon belüli változás lehetséges. Szeretnék még egy kicsit elgondolkodni a halálról. Weil der Tod eine zentrale Rolle spielt in der Evolution. Mivel az a halál központi szerepet játszik az evolúcióban. Die Evolution hat vier Lehrsätze über den Tod. Az evolúció négy dolgot tanít a halálról. Ich nenne jetzt hier die vier Sätze und immer jeweils einen Vertreter der Evolution, der entsprechendes gesagt hat. Szeretném ezt a négy mondatot megemlíteni, és mindegyikhez egy idézetet, egy olyan tudós, aki az evolúciót képvisel. Az első mondat az evolúcióval kapcsolatban így hangzik. A halál szükséges előfeltétele az evolúciónak. Der zweite Satz, den wir hier. A második mondat, a halál az evolúció találmány. Und der vierte Satz. A harmadik, a halál az élet teremtője. Dieser Satz spielt eine große Rolle in der Lehre der Evolution. Ez a mondat nagyon fontos szerepet játszik a az evolúció tanításában. Man braucht einen Prozess, der eine höhere Entwicklung beschreiben kann. Tehát egy olyan folyamatra van szükség, amely le tudja írni azt, hogy valamiből valami felsőrendű fejlődik. Und das der Tod eine sehr willkommene Sache. És ezért a halál az nagyon is kedvelt. Der Tod beseitigt alle die Lebewesen, die noch nicht so gut angepasst sind. A halál megsemmisíti azokat az élő lényeket, amelyek nem alkalmazkodtak kellene. Und nur die stärkeren und besser angepassten bekommen die Chance zur Vermehrung. És csak az erősebbek, azok, amelyek jobban tudtak alkalmazkodni, azok kapnak lehetőséget a szaporodáshoz. Und so denkt man, auf diese Weise könnte die Höherentwicklung funktionieren. És azt gondolják, hogy ilyen módon egyre magasabb rendű dolog kifejlődni. Und hier sehen wir den vierten Lehrsatz der Evolution. Itt láthatjuk az evolúciónak a negyedik tanítását. A halál az élet abszolút végpontja. Mir fällt auf, wenn ich in Gesprächen bin mit Leuten, die Atheisten sind, dann beziehen sie ihre Basis immer aus der Evolution. Feltűnt nekem, hogyha ateistákkal beszélgetek, akkor mindig az evolúcióra hivatkoznak. Das liegt an diesem Lehrsatz der Evolution, wie der sagt, es gibt kein Leben. És ez azért van, mert az evolúció azt tanítja, hogy ez a halál után nincs élet. Wir haben vorhin immer von dem Sender gesprochen oder auch von Gott schon gesprochen. Korábban mindig beszéltünk a jeladóról, vagy feladóról, vagy Istenről. Das war ja unsere erste Schlussfolgerung gewesen. Az volt a mi első következtetésünk. Aber jetzt hätten wir gerne den Namen gewusst von diesem Urheber. De most szeretném még tudni, hogy ki ennek az alkotója, az okozója. Und jetzt stellen wir fest, dass alle unsere Aussagen der Naturwissenschaft an eine Grenze kommen. És láthatjuk, hogy a mi természettudományi ismereteinknek van egy határa. Und diese Grenze können wir nicht überschreiten. Ezt a határt nem léphetjük át. Das gilt für alle Wissenschaften. Ez minden egyes tudomány ágra érvényes. Darum habe ich hier eine dicke rote Linie gezeichnet. Ezért rajzoltam ide egy vastag piros vonalat. Wir müssen jetzt, wenn wir mehr Informationen haben wollen, die Quelle wechseln. És ezért, hogyha több információt szeretnénk, akkor a forrásunkat meg kell változtatni. Was ist eine geeignete Quelle? Mi a megfelelő forrás? Und eine geeignete Quelle ist die Bibel. Egy ilyen megfelelő forrás a Biblia. Warum gerade die Bibel? És miért éppen a Biblia? Die Bibel ist das einzige Buch, in dem wir 3268 erfüllte Prophetien finden. A Biblia az egyedüli olyan könyv, amely 3268 beteljesült proféciát tartalmaz. Das gibt es in keinem anderen Buch. Egy más ilyen könyv sem létezik. So hat die Bibel die höchste Vertrauenswürdigkeit. És ezért a Biblia az a könyv, amelyikben leginkább meg lehet bízni. Und die Bibel gibt uns eine Antwort auf den Autor. És a Biblia választ ad nekünk, hogy ki a szerző. Im ersten Vers der Bibel lesen wir. A Bibliának a legeslegelső versében azt olvassuk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Und von diesem Schöpfer, von dem hier die Rede ist, das hebräische Wort heißt Shamayim. És az a teremtő. Elul. Az a teremtő, aki itt a Biblia első részében van, aki mindent teremtett, a Biblia úgy hívja, hogy Elohim.
hogy Elohim is egy plurális van. Az Elohim ez egy olyan szó, amely többes számban van. We wish to understand where the mindset is. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy kik ezek pontosan. Im ganzen Alten Testament gibt es nur eine Stelle, die eine Andeutung macht auf den, der alles gemacht hat. Az egész Bibliában csak egy olyan vers van, amely utal arra, hogy ki az, aki mindent teremtett. Das lesen wir in Prediger 8, Vers 30. És azt a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 30. versében olvashatjuk. Amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam. Die Bibel sagt uns, dass Gott einen Architekten gehabt hat, jemand, der alles ausgeführt hat. A Biblia azt mondja, hogy Istennek volt egy építésze, aki mindent pontosan megmért és megtervezett. Die volle Antwort gibt uns nur das Neue Testament. A teljes válasz csak az Új Szövetség adja meg nekünk. Und im ersten Vers des Johannes Evangeliums lesen wir dies. János evangéliumának a legelső versében azt olvassuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami lett. Wenn wir weiterlesen jetzt in diesem ersten Kapitel des Johannes Evangeliums, dann bekommen wir die Aussage, dass dieses Wort der Urheber Jesus Christus ist. Ha a Bibliát tovább olvassuk, akkor megkapjuk a választ arra, hogy ez az ige, ez az Úr Jézus. Jetzt sind wir zum Ziel angekommen. Most eljutottunk a célhoz. Wir wissen, es gibt einen Urheber für alle Dinge. Tudjuk, hogy van minden dolognak egy okozója, egy teremtője. Dorthin hat uns die Naturwissenschaft geführt, mit den Naturgesetzen der Information. A természet tudomány vezetette minket ide az információ természeti törvényei segítségével. Aber das, was wir nicht durch Naturgesetze herauskriegen konnten, das sagt uns jetzt die Bibel. De mindaz, amit a természeti törvények segítségével nem tudtunk meghatározni, azt a Biblia mondja most meg. Tehát láthatjuk, hogy jól informálva vagyunk. Diese Aussage, dass Jesus Christus der Schöpfer aller Dinge ist, wird uns im Kolosserbrief noch einmal deutlich gesagt. És ezt a Bibliában a Kolossé levél első fejezetében még egyszer elmondja, hogy milyen jól informáltak vagyunk. Mert benne, Jézus Krisztusban teremtetett minden a mennyben és a földön. A láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reál részben teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne állt. Wir sehen also die Schöpfertätigkeit des Herrn Jesus geht noch weiter als diese Welt, das Universum und dieses Leben. Er hat auch die unsichtbare Welt, die wir noch nicht sehen können, auch geschaffen. Hát láthatjuk, hogy Jézus nem csak ezt a világot teremtette meg, hanem a láthatatlan világot is. So wissen wir jetzt, wer unser Leben geschaffen hat. Most már tudjuk azt is, hogy ki az, aki a mi életünket teremtette. Wer sich unsere sechs Ohren ausgedacht hat. Ki az, aki kitalálta a mi hat fülünket. Und der es auch ausgeführt hat. És ezt meg is véghez is vitte. Und der jedes Programm in unserer Zelle geschrieben hat. Aki a minden egyes sejtünknek minden egyes programját leírta. Das heißt, wir sind von Jesus gekommen. Tehát ez azt jelenti, hogy mi Jézustól származunk. Dieser Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Ez a Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet. Ich hatte vorhin ein Naturgesetz von Louis Pasteur genannt über das Leben. Korábban említettem egy természettörvényt, amit Pasteur fogalmazott meg. Er hatte gesagt, Leben kann nur aus Leben kommen. Ez úgy hangzott, hogy az élet csak életből jöhet létre. Wir sehen, das passt auch gut zusammen zur Bibel. Láthatjuk, hogy ez nagyon jól illik a Bibliához. Wenn Leben nur von Leben kommt, dann braucht auch unser Leben eine Ursache. Hogyha az élet csak az életből jöhet létre, akkor a mi életünknek is van egy oka. Und diese Ursache muss selbst Leben sein. És ez maga az élet, ez az ok maga az élet. Und dieser Jesus repräsentiert das Leben. És ez a Jézus mutatja be nekünk az életet. Wir haben vorhin gesprochen über den Tod aus der Sicht der Evolution. Korábban beszéltünk a halálról, az evolúció szempontjából. Und jetzt müssen wir noch mal überlegen, wenn die Evolution falsch ist, dann ist ja auch die Idee über den Tod falsch. De most arról kell elgondolkoznunk, hogyha az evolúció hamis,
akkor az evolúciónak a haláról való tanítása sem igaz. Wenn die Bibel das verbindliche Buch der Wahrheit ist, dann ist es auch das verbindliche Buch über die Wahrheit des Todes. És hogyha a Biblia a legmegbízható könyv az igazságról, akkor ő a legmegbízható könyv a halállal kapcsolatban. Aus der Bibel erfahren wir drei Lehrsätze über den Tod. A haláról a Bibliában három dolgot találunk. Hier sehen wir diese vier Lehrsätze über den Tod. És itt láthatjuk ezeket a halálról való gondolatokat. Der erste Satz sagt, dass der Tod durch die Sünde des Menschen in diese Welt kam. Az első az, hogy a halál az ember által jött be a világba. In der Evolution wird der Tod als Freund gesehen, der das Leben konstruiert hat. Az evolúció a halált barátként tekinti, amely az életet létrehozza. Die Bibel aber sagt, der Tod ist ein Feind. A Biblia azonban azt mondja, hogy a halál az egy ellenség. Und wer schon mal erlebt hat, dass ein nahestehender Mensch gestorben ist, der weiß, dass der Tod wirklich ein Feind ist, kein Freund. Ha valaki átélte azt, hogy egy hozzá közel álló ember meghalt, akkor tudja, hogy a halál valóban egy ellenség és nem egy barát. Und der dritte wichtige Lehrsatz steht auch der Evolution entgegen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. És a harmadik mondat is ellentmond az evolúciónak, hogy van élet a halál után. Wir sehen also den Gedanken von Evolution und Schöpfung kann man nicht vereinigen. Láthatjuk, hogy az evolúciót és a teremtést nem lehet összeegyeztetni. Da ist kein Kompromiss möglich. Nem lehetséges semmiféle kompromisszum. Die Dinge sind so grundlegend unterschiedlich, dass man das trennen muss. Alapvetően különböznek egymástól, ezért szét kell őket választani. Man muss sich genau entscheiden, was man glauben will. Pontosan választani kell, hogy az ember miben akar hinni. Wir stehen dazwischen zwischen Lüge und Wahrheit, was wir glauben. Az igazság és a hazugság között állunk, hogy miben hiszünk. Die Frage der Herkunft des Lebens ist nach alledem, was wir jetzt gesagt haben, eindeutig geklärt. Az a kérdés, hogy honnan jövünk, most az elhangzottak alapján egyértelműen tisztázódott. In einem letzten Rechteck gezeichnet die Spanne unseres irdischen Lebens.
Ezután láthatunk egy másik négyszöget, amely a mi földi életünknek az időszakát ábrázolja. A születésünk által megszületünk erre a világra. Und durch den leiblichen Tod verlassen wir wieder dieses Leben. És a testi halál által újra elhagyjuk ezt az életet. Und was ist der Zielpunkt, wo wir dann hinkommen? És mi a cél, hova fogunk jutni? Da sehen wir dort unten wieder diese Hütte, dann kommt der ewige Tod, oder die Ebene bezeichnet das auch als Hölle. Alul láthatjuk ebben a két ellipszisben, hogy az egyik az örök élet, vagy a másik az örök halál. Diese dicke schwarze Linie, die ich da gezeichnet habe, das ist der Zug des Todes. Ez a vastag nyíl, amelyet felrajzoltam, ez a halálnak a folyamat. Bildlich gesprochen fahren wir alle mit einem Zug durch dieses Leben, und das ist der Zug des Todes. Úgy is mondhatnánk, hogy egy képpel élve, hogy mindjárt egy vonattal megyünk ezen az életen keresztül, és ez a halálnak a vonatja. Wir kommen in die leiblichen Tod, und dann anschließend ewigen Tod, und das ist die Hölle. Végig megyünk a testi halálon, és ez átvezet minket a szellemi halálon. Das sieht Gott. Isten ezt látja. Was sagt er? Mit mond? Die Menschen tun mir leid. Sajnálom az embereket. Warum sind sie diesen falschen Weg gegangen? Miért mennek ezen a hamis úton? Ich möchte, dass sie wieder zu mir zurückkommen. Azt szeretném, hogyha újra visszajönnének hozzám. Und so hat Gott seinen Sohn Jesus Christus. És ezért Isten az ő fiát, Jézus Krisztus. Das ist unser Schöpfer, wie wir wissen. Már tudjuk, hogy ő a mi teremtőnk. In diese Welt geschickt. Elküldte erre a világra. Er starb an einem Kreuz für unsere Sünden. Meghalt egy kereszten a mi bűneinkért. Und nun können wir all die Schulden loswerden und sind frei von aller Sünden. És minden bűnöntől megszabadulhatunk. Und jeder, der eine solche Entscheidung trifft, der ist aus dem Zug des Todes ausgestiegen. És mindenki, aki egy ilyen döntést hoz, az kiszáll a halál vonatjából. Der fährt in einem anderen Zug jetzt weiter. És egy másik vonattal megy tovább. Das ist dieser weiße Zug nebenan. És az pedig ez a fehér vonat ott mellett. Wir müssen zwar auch noch durch den leiblichen Tod. Nekünk is végig kell mennünk a testi halálon. Aber am Ende steht dann das ewige Leben. De ennek az életnek a végén az örök élet van. Das bezeichnet die Bibel als Himmel. És a Biblia erről úgy beszél, mint a mennyországról. Und das ist der eigentliche Wunsch Gottes, dass wir einmal bei ihm im Himmel sind. És Istennek ez a tulajdonképpeni kívánsága, hogy mi egyszer nála lehessünk a mennyben. Aber es bedarf einer Entscheidung, wo wir im Leben einmal den Schalter umlegen und sagen, ich komme zu Jesus. De ehhez szükség van egy döntésre, hogy az életünk vonatjánál a váltót egyszer átállítsuk, és átszálljunk az élet vonatába. Ich komme zu meinem Schöpfer. Visszamegyek az én teremtőmhöz. Ich möchte, dass es mir immer gut geht. Szeretném, hogy mindig jól legyen. Ich möchte einmal in Himmel sein. Szeretnék egyszer a mennybe kerülni. Wir sehen, unser Schöpfer Jesus ist verantwortlich, dass er unser Leben geschaffen hat. És láthatjuk, hogy a mi teremtőnk felelős értünk, ő az, aki minket teremtett. Und er steht auch am Eingangstor zum Himmel. És ő ott áll a menny kapujában. Und er öffnet uns den Himmel. És kinyitja számunkra a mennyországot. Wir sehen, alles ist zusammengefasst in Jesus Christus. Láthatjuk, hogy mindez össze van foglalva Jézus Krisztusban. Jetzt können wir alle eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen. Most mindnyájan egy nagyon fontos következtetésre juthatunk. Wenn wir ein Leben führen ohne Jesus, dann ist unser Leben daneben gelegt. Hogyha mi Jézus nélkül élünk egy életet, akkor elmenjünk az élet mellett. Es wäre besser, dass wir nie gelebt hätten. Sokkal jobb lenne, ha soha nem éltünk volna. Aber wenn wir zu Jesus kommen, sind wir unglaublich reich geworden. De hogyha mi Jézussal élünk, akkor hihetetlenül gazdagok vagyunk. Dann haben wir einen ganzen Himmel gewonnen. Akkor megnyertük az egész mennyországot. Dann haben wir ewige Heimat. Örök otthonunk van. Uns ist alles geschenkt. És mindent ajándékba kaptunk. Vor so einer Entscheidung stehen wir in unserem Leben. Az életünkben egy ilyen döntés előtt állunk. Ich wurde vor eine solche Entscheidung gestellt, als ich 35 Jahre alt war. Egy ilyen döntés elé kerültem, amikor én 35 éves voltam. Ich hatte mein Studium schon abgeschlossen. Már befejeztem a tanulmányaimat. Ich hatte meine Doktorarbeit fertig. Megírtam a doktori munkámat. Und ich
ich hatte eine leitende Stelle an einem Forschungsinstitut. És egy kutatóintézetben vezető állásban dolgoztam. Und da habe ich die Botschaft gehört, die wir heute gehört haben. És akkor azt az üzenetet hallottam, amit ma itt nektek is elmondtam. Da habe ich eine Entscheidung getroffen. Egy döntést hoztam. So, da habe ich keine Lust. Hogy nincs kedvem a pokolra jutni. Szeretném egyszer meglátni a mennyországot. So kam ich zu Jesus. Így az Úr Jézushoz mentem. És az a mennyországot ajándékba adta nekem. Aber das möchte ich nicht nur für mich behalten, darum bin ich hier nach Ungarn gekommen, um euch dieselbe Botschaft zu bringen. De ezt nem szeretném csak magamnak megtartani, és ezért jöttem el Magyarországra, hogy ezt nektek is továbbadjam. Weil Jesus möchte, dass auch einmal viele Ungarn im Himmel sind. Mert Jézus azt szeretné, hogy sok magyar ember is a mennyországba kerüljön. So nehmt diese Einladung an. Ezért fogadjátok el ezt a meghívást. Kommt zu Jesus. És menjetek az Úr Jézushoz. Und wer sagt, das möchte ich gerne mal wissen, wie das geht, der kann hinterher zurückbleiben. Hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezt pontosan hogy is kell tenni, az az előadás után még itt maradhat. Und dann werden wir den Weg erklären. Elmagyarázzuk neki az utat. Wir werden miteinander beten. Egymással imádkozni fogunk. Und dann können wir fröhlich nach Hause gehen. És boldogan hazamehetünk. Und sagen, ich habe den Himmel gefunden. És azt mondhatjuk, hogy megtaláltam a mennyországot. Das ist eine wunderbare Sache. Nem csodálatos dolog? Lasst euch einladen. Engedjétek, hogy így meghívjanak. Danke erstmal für dieses lange Zuhören. Köszönöm, hogy ezt ilyen hosszasan hallgattatok. Wer jetzt noch eine Frage hat, nekem két kérdésem lenne. Az egyik, hogy azt mondta, hogy az embernek azért van immateriális része, mert képes információt adni, vagy közölni. És a kérdésem az, hogy a virágban is van információ, tehát hogy a virágnak is van-e akkor immateriális része. A másik kérdés pedig, ja, előbb elhozom. Ja, auf jeden Fall, die Information ist ja nicht materiell. Mindenképpen ez igaz, hogy az információ az nem anyagi, nem materiális. Sogar eine Maschine, die Laufmaschine, die ein Programm hat zur Steuerung der Beine, enthält Informationen und diese Information ist nicht materiell. Tehát az a kis mozgó jármű is, aminek van információja, az mozogni tud, és ez nem materiális. Aber sie ist gespeichert auf Materie, das geht. De ez egy anyagon van tárolva ez az információ. A másik kérdésem pedig, hogyha Isten úgymond beprogramozott minket, akkor ebben van-e egyáltalán hely a szabad akaratnak? Der freie Wille ist sogar ein Geschenk Gottes. Úgy is mondhatnánk, hogy a szabad akarat Isten ajándéka. Er hat keine Laufmaschinen konstruiert, die von alleine laufen. Nem tervezett olyan gépeket, amelyek maguktól működnek, maguktól járnak. So, um ein Bild der Laufmaschine zu sprechen, wir können rechts gehen, links gehen, Treppe hochgehen, was wir wollen. Wir sind völlig frei. És mi teljesen szabadok vagyunk, nincs, ami megmondja nekünk, hogy jobbra menjünk, balra menjünk, lépcsőn föl. Also der freie Wille ist ein Geschenk Gottes und gehört zum Menschsein. Tehát a szabad akarat az emberi léthez tartozik, és Isten ajándéka. Azt szeretném kérdezni, hogy Németországban ilyen kurzusok, előadások vannak-e, és a német iskolákban az evolúció és a kreáció tanítása milyen arányban van, vagy egyáltalán megkülönböztetetten van-e, és ugyanígy Amerikában is, hogy ez hogy áll a fejlettebb államban. In Deutschland gibt es seit einiger Zeit
christliche Schulen. Németországban egy idő óta vannak keresztény iskolák. In denen die Bibel als Basis gelehrt wird. Ahol a Biblia alapján tanítanak. Evolution wird nur als Möglichkeit, als Idee genannt, aber es wird gesagt, das ist falsch, und es werden die Argumente der Bibel genannt. Az evolúció csak megemlítik, mint egy lehetőséget, mint egy tanítást, de azt mondják, hogy ez nem igaz, és bebizonyítják, hogy miért nem. Es gibt inzwischen schon recht viele Schulen dieser Art in Deutschland, ich schätze mal etwa 50, in dieser Weise gelehrt wird. Úgy gondolom, hogy egyre több ilyen iskola van Németországban, de körülbelül 50, ahol ilyen módon tanítanak. Ein Freund von mir hat eine solche Schule gegründet im Nordosten von Deutschland. Und diese Schule, die inzwischen schon über 20 Jahre existiert, hat über 1000 Schüler. Egy barátom alapított egy ilyen iskolát körülbelül 20 évvel ezelőtt, és több mint 1000 diák tanult ebben az iskolában. In den staatlichen Schulen wird die Evolution gelehrt, es sei denn, dort ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, die die Bibel kennt und die weiß, dass die Evolution falsch ist, dann wird sie ihre Meinung dort auch sagen. Az állami iskolában pedig az evolúciót tanítják, feltéve, hogyha esetleg egy keresztény tanár tanítja a tantárgyat, és akkor az az ő látását is elmondja. Meine Tochter ist Lehrerin. A lányom tanárnő. Und sie ist an einer staatlichen Schule. Egy állami iskolában. Und sie hält dort auch Religionsunterricht. És hittanórákat is tart az iskolában. Und sie sagt immer, wer durch meine Klasse gegangen ist, dann haben die alle von Jesus gehört, und dass die Bibel wahr ist. És azt mondja, hogy az, aki nála tanult az órákon, az mind tudja, hogy a Biblia igaz. Diese Möglichkeit, diese Freiheit gibt es auch in Deutschland. Ez a lehetőség, ez a szabadság megvan Németországban. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit mond az evolúciós elmélet az információ eredetéről? Hát, hogy az is az ős anyag, vagy egy nyomat van. Die Evolution behauptet, dass Information von alleine in der Materie entstehen kann. Tehát az evolúció azt mondja, hogy az információ magától az anyagban létrejött. Das kann man auch daran sehen, wenn Forschung betrieben werden und man die Planeten zum Beispiel in unserem Planetensystem untersucht und wenn man irgendwo nur Spuren von Wasser findet, dann glauben die Leute, dort könnte auch Leben entstehen. Abból is láthatjuk, hogyha kutatásokat folytatnak és főleg a bolygókat kutatják, és valahol a víznek a nyomát megtalálják, akkor azt mondják, hogy ott már élet létrejöhet. Und sie setzen dabei voraus, dass die Information, die nötig ist für das Leben, das wissen sie auch, dass sie auch durch Zufall entstehen kann. És arra gondolnak, hogy az élet, az a véletlen révén létrejöhet ott is. Aber so ein Prozess ist nie beobachtet worden, dass irgendwo Information von alleine entstehen kann. De soha nem figyeltek meg olyan folyamatokat, hogy az információ önmagától létrejött. Nekem három kérdésem van. Az első kérdés az, hogy... Egy picit hangosabb. Az első kérdésem az lenne, hogy láttuk a dián, hogy Pál Kolosszeiek... Pál Kolossz... Tehát egyik dián volt egy idézett szöveg a Bibliából a Pál Kolosszeiekhez, és zárójelben meg volt jelölve, mint teremtő Jézus. De hogy végül is teremtőként, és majd ebből következik a második kérdés, hogy Jézus vagy Istent nevezzük meg, mert ugye a szövegben Jézus volt, mint teremtő megjelölve, és ebből következik a második kérdés. Auf der ersten Seite der Bibel steht, Ego schuf alles,
Tehát a Biblia első oldalán azt láthatjuk, hogy Elohim az, aki mindent teremtett. Ahogy említettem, ez többes számban van. Azt is mondhatnánk, hogy ebben a szóban benne van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Gott, der Vater, hat seinem Sohn Jesus den Auftrag gegeben, die Schöpfung auszuführen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten, az Atya, az ő fiának, Jézus Krisztusnak azt a feladatot adta, hogy teremtse meg a világot. És ezt meg is tette. És akkor végül is megkaptam a választ, mert a másik kérdés az lett volna, hogy hogyan definiálható a maga a Szent Háromság, a Jézus, Isten, a Atya, Fiú és a Szentlélek. És a... És a harmadik kérdésem pedig az, hogy a teremtést, hogyha az Ádám és Éva esetét veszük alapul, és hogyha úgy tekintünk rá, hogy ez megtörtént úgy, ahogy van írva, de akár lehet ezt, mint metaforaként elképzelni, hogy Ádám szakít a tiltott gyümölcsnek a tiltott fának a gyümölcséből, és de tisztában van azzal, hogy ez tiltott. Isten megmondta neki, hogy egyik valamit nem tettek meg, és magát a tudást ezt megszerezni, és maga a szabadság az okozója annak, hogy Ádám és Éva, az első ember, az első élőlények eltávolodnak Istentől, de mivel, hogy Isten megteremtette őket és szabad akaratot adott nekik, és maga a szabadság távolítja el az embert Istentől, akkor lehet-e azt mondani, hogy amit mi bűnként, vagy ördög, vagy sátánként szoktunk definiálni, az maga a szabadság, és mi ugye szabadságot Isten nekünk adta, ezért ez egy előre eltervezett, hogy mi meg fogunk halni, el fogunk távolodni, de hogy meg lesz a lehetőségünk arra, hogy újból visszatérjünk. Széles skálája van.
Ez így válaszolt a kérdésre? Lehet, hogy akkor én fejeztem ki magam rosszul, hogy lehet-e azt mondani, hogy maga a bűn, az maga a szabad akaratra? A freie Wille ist keine Sünde, denn der freie Wille ist ein Geschenk Gottes. A szabad akarat az nem bűn, a szabad akarat Isten ajándéka. Das falsche tun ist die Sünde. A rossz tettek, a hamis tettek az a bűn. So, aus Zeitgründen nehmen wir noch eine Frage dazu und dann sollte die Möglichkeit geben, wer ein Gespräch sucht, der kann sich zurückhalten. Az időrövítsége miatt még egy kérdés, és akkor utána lehetőséget szeretnénk adni, aki szeretne még vele beszélgetni, az megkeressük. Ugye az volt az emberi léleknek világsági érvelés, hogy az ember tud információt létrehozni, kivenni. De nem lehet az is egy magyarázat erre, hogy mivel ott van a DNS-ünkben rengeteg információ, ezért ami kiadunk információ, az ennek a leképzése, vagy továbbadása. Igen, azt értem, hogy az információ forrása nem anyagi, de az embert azt gondoltuk, hogy is mint egy gép, aki beprogramozta, és nem értem az érvelést, hogy miért kéne az embernek felkéne. Hogy ilyen programozó az? Ja, der Mensch ist keine Maschine, und zwar weil eine Maschine keinen freien Willen hat. Eine wesentliche Eigenschaft des Menschseins ist, dass wir einen freien Willen haben und dass wir selbst auch Informationen erzeugen können. Az emberi létünknek egy fontos jellemzője, hogy szabad akaratunk van, és információt hozhatunk létre. Die Information, die unser Zelle steht, dient dazu, die Dinge des Körpers zu regeln. És a bennünk lévő információk, amik a sejtjeinkben vannak, az arra szolgálnak, hogy a testünk működjön. Der Körper kann keine eigene Information erzeugen. A testünk nem tud információt létrehozni. Nur das, was programmiert, csak azt tudja, ami vele van programozva. Mert unsere Seele eigene Information erzeugen kann. Miközben a lelkünk saját információkat tud létrehozni. Gut, da machen wir jetzt mal einen Punkt. Ehhez kapcsolódva egy rövid kérdés. Szabad? Ja, eine noch. Még ezt kérdés. A föld elektromágneses vezérnek ugye van is inverszetencia, és ez elvileg most válságra állkozik. Én olvasom ilyesmit, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy ez hatással van-e a inaktív DNS szekvenciánkra, vagy az algoritmus kérdésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a kérdéseiteket.